És én nekem lenne egy kérésem, hogy nem imádkozna az én 4 hónapos kisgyermekem. Gondoltam, hogy frikkája van, hogy lehet, hogy valami ilyen gondja, vagy lehet, hogy valami más. És oda jöttem, azért, mert mindenki valamit akar tőlem, nem volt csak idő kérdezkedésre, beszélgetésre. Oda mentem a kicsihez, fogtam az olajat, megkentem a kis gyermeket, és az Úr Jézus nevével azt mondtam, te betegség most már nem fogsz uralkodni e felett a kisgyermek felett. Mert e felett a gyermek felett uralkodik Jézus Krisztus, és az ő hatalma, és te betegség lépj félre. Most Jézus jön előre, és Jézus érinti ezt a gyermeket. Nagyon érdekes módon imádkoztam egyszerűen, és elmentem. De ennek a gyermeknek nem az volt a baja, hogy kritikás volt, vagy valami más, hanem vakó. Vakon született. És én mikor ezt meghallottam, akkor szinte a térdeim megremegtek, hogy milyen gyerekért én imádkoztam. Én nem gyógyítottam. Én nem vagyok gyógyító. Én csak imádkoztam. Jézus ott volt. Semmi csodát nem láttunk. A gyereket, ahogy odahozta, a gyereket ugyanúgy vitte el. És másnap kocsikázza a kis gyermeket az utcán. És jön a szomszédasszony, és belebúj a kocsiba, és azt mondja, na, mutasd meg, milyen aranyos volt. Mennyit már nőtté, ugye, hát így szokják a asszonyok csinálni, tisztalni a mamát, hogy már nőtt a kicsi. És azt mondja, te hallod, mit csináltatok ezzel a gyerekkel? Már nem tébolyognak a szemek. Tudjátok, egy vak gyereknek, vagy vak embernek tébolyognak a szemei. Azt mondja, nem tébolyognak? Hát nézi, azt mondja, hát látod, hogy néz a plafonra, hogy nem tébolyognak a szemei. Azt mondja, hát nem tudom. Nézi jobban, figyeli. Hát figyel ez a gyerek valami. Testvérek sírva telefonált a anyuka, és azt mondja, Sándor testvér, elvihetem a kisgyereket kivizsgálásra orvoshoz, mert talán lát. Mondom, vidd el. És a doktor bácsi azt mondja, hát persze, hogy lát, megnyíltak a szemed. Dicsőség Istennek. Nem érintettem én. Jézus érintette, én hozzá sem nyúltam. Jézus érintette őt. Jézus meg tudja nyitni a te lelki szemeidet, meg tud nyitni fizikai szemeket is. Jézus tud csodákat tenni. Ahol nincs hit, ott nem tesz semmit. Ott elment. Az van megírva, ahol nem talált hitet, ott elment. Még a tájról is elment Jézus, mert nem talált hitet, de ahol hitre talál, ott Isten csodái történtek. És én nem fizikai gyógyulást most prédikálom, én lelki gyógyulást. Nagyobb az a csoda, mikor megnyílnak a te lelki szemeid, és látod Jézust. És ott azon a, mikor voltam a kórházban mostan, januárban, és bejött megint egy következő páciens, és az is úgy, hát ki nem fél a késtől, ugye, engem is úgy üdvözölt a primár úr, azt mondta, hogy na már el vannak készítve a kések, mondom, hogy jó, dicsőség Istennek. Úgy, nagyon aranyos, nagyon tisztelem. És ez is nagyon félt a késtől. Szinte lehetett látni, hogy olyan félelem volt rajta. Úgy szinte arcizmok is ugráltak félelembe, azt meg nagyon lehet látni. És akkor azt mondja, én nagyon félek a operációtól. Azt mondja, úgy kijönnek egészen a beleim, kimásznak. És akkor mondtuk neki, hogy fogunk érte imádkozni. Az úgy megijedt, azt gondoltam, hogy abban nyomva kiszalad a helységből. Nem elég a bajom, még ilyen emberek közül jutott a haszon. De odajöttem, rátettem a kezemet, és mondom, ne féljen, szereti magát az Úr, és fogunk magáért imádkozni, és megsegíti magát az Úr. És tudjátok, testvérek, ő aztán hazament egy-két nap múlva, 3 nap múlva talán hazaengedték, mert azt mondta, hát otthon is tudok gyógyulni. Visszajött, hogy kivegyék a öltéseket,
És mikor jött vissza, azt mondta, Markóczi úr, az én nővérem szeretne magával beszélni. Mondom, igen, nénem, hát hívjon föl, vagy jöjjön el. Azt mondom, mondtam neki, ne zakart azt a prédikátor, elég neki a baj mostan. És, hogy, de én mondom neki, hát hívjon, hívja föl, most is hívja föl őtet, és hadd beszélgessek a nővérével. És akkor a nővére azt mondja a telefonban nekem, Markóczi, mi történt az én öcsémmel? Hát én nem tudtam, hogy mire gondol. Mondom, miért? Valami baj van, valami gond van. Tudja, az én öcsémmel nem lehetett Jézust megemlíteni. Nem lehetett Istent megemlíteni. Mert az annak kellett futni, aki megemlítette. Vagy aztán, ha nem tudott azt futni, akkor ő ment el. Így mondta nekem a telefon. De amióta hazajött az én öcsém a kórházból, másról nem beszél, csak Jézusról. Mondja meg, mi történt az én öcsémmel? Tudja, mi történt? Ott van az Úr Jézus az ő szívében. Szívében van az Úr Jézus. És ha akarja, maga szívében is ott lehet. Ha akarja, fogok magával most imádkozni. Akarom. És imádkoztam. Segítettem a bűneit telefonon keresztül Jézushoz hozni. És sírt ez a drága testvérben ez a hölgy. Sírt a telefonba. És átadta életét, átadta a szívét Jézus Krisztusnak. Telefonon keresztül imádkoztunk. Még nem is láttuk, és van testvére, meggyógyult, megszabadult. Ő is lássa Jézust! Hát, hogy a Jóisten megsegíti, és jól fogunk imádkozni, akkor holnap itt lesz ez a testvér is, aki. És ez a, lehet, hogy a, ez a hölgy is. Dicsőség Isten! Istenem is megkóstolod Istennek szeretetét és nagyságát. Amen. Fogunk imádkozni. Hajtod meg fejünk, szívünk. Köszönjük, drága Úr Jézus Krisztus, hogy úgy, ahogy a Bartimeus idejében jártál, és nem nagy szavakkal, de szeliden átmentél, és kerested azokat, akik elvesztek. Ma is a te szelid szavaddal, a te drága szent lelkeddel érintesz bennünket. És nem akarsz beletörni a szívünkbe, nem akarsz ránk törni, de akarod, hogy magunkra ismerjünk. Mert akarod, hogy meglássuk, hogy elveszett vakok és bűnösök vagyunk. És akarsz rajtunk segíteni. Köszönöm, hogy most is itt elmentél. Itt Ipolyságban, itt ezen a helységen, itt vagy mellettünk, és kiáltunk hozzád, Jézus, Istennek drága szent fia, állj meg mellettünk. Jézus, hadd fogjunk meg téged, hadd érintsük téged hittel, hadd történjenek csodák és jelek életünkben, hadd gyógyuljanak meg a kapcsolatok ott, ami házunkban, a szívünkben, lelkünkben, hadd tudjunk megbocsátani, hadd tudjunk elengedni vétkeket, bűnöket, amelyek rajtunk csattantak, mint az ustor az életünkben. Jézus, könyörülj rajtunk, nyisd meg lelki szemeinket, nyisd meg szívünket, hadd tudjunk téged befogadni. Jézus, üdvözl velünk, érints, szeress, gyógyíts, vezess örök életre. Van itt valaki, most mikor meg van hajtva a te szemed, a te fejed, és be van hunyva a te szemed, és imádkozol, és Isten érintését érzed szívedben. Van itt valaki, aki szeretne. Szeretné látni Jézus. Szeretné átadni az ő szívét Jézus Krisztusnak. Szeretné őtet követni. Szeretne szolgálni neki. Van itt olyan valaki, emelt fel a kezedet. Fogok érted imádkozni. Dicsőség Istennek, áldjon meg az Úr téged is, téged, titeket is, itt hátul, közepet is, és hátul is. Dicsőség Istennek. Halleluja. Dicsőség Istennek. Köszönöm Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy láttad ezeket a szíveket, amelyek emelkednek előtte, és könyörögve kérnek téged, hogy jöjj és érintsd őket. Úgy, hogy érintetted a vak Bartimeust, úgy gyógyítsd őket. Minden téren, minden részen, életük minden táján, hadd tudjanak dicsőíteni téged, hadd tudjanak egyedül téged követni, téged szeretni, téged imádni. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy itt időzöl most, ipolyságon.